Szombat, október 26. Hála, természet és egészség. Mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. A Tesalonika beliekhez írt első levél 5. részének 18. verse. A mai szöveg arra bátorít, hogy tanúsítsunk hálás lelkületet Isten iránt minden helyzetben, jóban és rosszban egyaránt, mivel minden a javunkra van azoknak, akik őt szeretik. A szöveg továbbá arra is rámutat, hogy Istennek az a terve ránk vonatkozóan, hogy legyünk hálásak Jézus Krisztusban, vagyis örüljünk annak a kegyelemnek és üdvösségnek, amit a Krisztusba vetett hit által kaptunk. Ugyanakkor arra is felszólít a szöveg, hogy vizsgáljuk meg, valóban hálásak vagyunk-e mindazért, amit Istentől kaptunk, illetve hogy az életünkkel dicsőséget szerzünk-e az ő nevének. Hálásak vagyunk a természetért, Isten kezének művéért? Azért kell hálásnak lennünk a természetért, mert megmutatja Isten szépségét, bölcsességét és szeretetét. Mert élelmet, erőforrásokat és otthon teremt számunkra. Mert megtanít tisztelni az Isten által meghatározott rendet, összhangot és egyensúlyt. Mert a természet látványa arra késztet, hogy legyünk kreatívak és hálásak mindazért, ami körülvesz bennünket. És mert a természet által közelebb kerülünk Istenhez, és így jobban megismerhetjük és szeretettel szolgálhatjuk őt. A természetből nyerjük az egészségünket is. Ha friss levegőt lélegzünk be, sokkal életerősebbnek és egészségesebbnek érezzük magunkat. A friss levegőnek magasabb az oxigén tartalma, és kevesebb szennyeződést tartalmaz, ami hozzájárul a légzőszerveink és a vérkeringésünk megfelelő működéséhez. A friss levegő serkenti az immunrendszert, és megvéd a fertőzésektől, valamint az allergiás tünetektől. A friss levegőnek köszönhetően örülhetünk a festői tájaknak, és így kapcsolatba kerülhetünk a természettel és a természet alkotójával. Válassz ma egy szép és csendes helyet, ahol örülhetsz a tiszta levegőnek és a szép tájnak. Vidd magaddal barátaidat is és családodat is. Így örülhetsz a teremtett világ szépségeinek. Kifejezheted a háládat a Teremtő iránt, és dicsőítheted őt. Újra feltöltődhetsz test és lelki erővel. Megoszthatod másokkal is a tapasztalatodat, és figyelhetsz azokra a jelekre és üzenetekre, amiket hozzád intéz Isten a természet által. A mai áhítat szerzője Tabitha Stanoyou, orvos.